Üdvözlök mindenkit! Ma két kisebb plugin fogok bemutatni, mind a kettő elég kis dolgokat ad hozzá a játékhoz. Hát igen, nem teljesen olyan pluginok, amilyenekre ti most lehet, hogy gondoltok. Mind a kettő szerintem elég kis kreatív, de szerintem a videó is rövid lesz, mert tényleg abszolút nem nagyon hoznak be új dolgokat a játékba. Akkor szerintem kezdjük is ezzel a Wood Dye nevű pluginnal. Ezzel annyit tudunk csinálni, hogy ugyebár itt vannak az Oak Wood plankek, és ezekkel tudjuk átszínézni a növényeket. A barnával spruce-ra, inkszekkel dark oak-ra, bone mill-lel birchwood-ra, orange-al akáciára, sárgával dzsungelwoodra, és ezzel pedig Go Plankre. Na, de persze a light grey-jel az többit tudjuk Go Planké színezni. Igazából ez a plugin így ennyi lenne, de elméletileg én úgy tudtam, hogy ha építünk egy nagyobb placot, azt át is bírjuk színezni valahogyan. A jobb klikkelünk rájuk. Na most ez eddig nekem nem nagyon sikerült, hogy őszintén megmondjam. Ez szerintem a plugin hibája, tényleg még az oldalon is azt írták, hogy ez működni fog. Hát nem úgy tűnik. De szerintem akkor is kreatív ötlet lett volna ez a plugin, de mivel nem jött össze, gondolom, vagy még majd javítják, de attól függetlenül ötletes, hogy így meg lehet csinálni, csak ugyebár ahhoz, hogy ilyen sok fát előbírjunk állítani, ahhoz meg ipari mennyiségű színezőanyag kell, ami szintén nehéz előállítási folyamaton megy át. Tehát szóval értitek, nagyon sok kell belőle, de hát ezt meg nem lehet megcsinálni, mert nem lehet. Na jó, azt el is bontom, mert már nem nagyon lesz rá szükségünk. A másik kisebb plugin az a Portable Light nevű plugin volt. Ez arra szolgál, hogy most én estét csinálok, akkor látjátok, most itt tök sötét van meg minden, de ha előveszem így, igen, a fény az egy kicsit lassacskán tűnik el, de tök jó követ meg minden, és ez nem olyan, ez a plugint azért mutatom be igazából, mert ez azok a hasonló pluginok közé tartozik, amik igen, természetesen bágos egy picikét, de alapvetően nem vele semmi probléma. Tehát de azért választottam ezt a plugint, mert ez nem azt csinálja, hogy ad Night Vision Potion-t, hogyha így a kezedbe van, hanem ez így konkrétan egy adott körzetben világít csak meg. Tehát tényleg, ez szerintem nagyon kreatív, mert ez nem sok pluginnál fordult elő, pedig már kerestem jó pár ilyesmi plugint, és mindegyik ilyen, mondom, Night Vision-t adott, és ez nem volt ugyanolyan, mert akkor mi van, most az egész világot bevilágítja, ezért felkem. Tehát értitek. De ez viszont szerintem nagyon kreatív, egy ilyen kis, mekkora range-be, egy ilyen, hát mondjuk olyan 6x6-os kis körben, vagy 5x, hát nem tudom. Tehát ilyen 4x5x5-ös körben világít meg. Tehát ez szerintem nagyon kreatív plugin, ugyebár lebírjuk rakni, ugyanúgy világítanak már, amikor azért mondom. Jó. Oké. Na hát úgy látszik, megvan a plugin másik pluginnak a másik bugja is. Ugyebár úgy látszik, hogy ha lerakjuk, nem nagyon akar működni a fákja. Ez nem tudom, hogy máshol is így van-e, de úgy látszik, igen. Tehát ezek szerint mostantól a fákják nem fognak világítani ebben a pluginban, de szerintem akkor ez, de gondolom a Glowson azért még világít. Tehát ez ilyen, mit tudom én, adventure, meg persze ezek is. Tehát hogyha ezeket így lerakjuk, akkor ezek se világítanak. Fura. Hát akkor igazából világításra nem nagyon adok okot. De például egy Slender szerveren szerintem elég vicces lehetne. Igen, tehát ezek a bugok pluginokban ezek elég idegesítőek szoktak lenni. Nem tudom, majd lehet, hogy írok a fórum, vagy a szervernek a... vagy a pluginnak a bucket oldalán, hogy ezeket javítsák már ki, mert nem világít semmi mást, meg se a fákja se világít. Tehát, de szerintem egy Slender szerverre, ahol úgy siker világítás, ott szerintem elég vicces lehetne. De amúgy az ötlet maga jó, csak éppenségileg megvalósítás nem sikerült. Szóval ez a két plugin lett volna, ezek elég jó kis pluginok lehetnének, de hát ugyebár nem jöttek össze. Szóval ennyi lenne mára, sziasztok!